és passzolják le valami nagyobb tudású magyar Highlanderesnek, mit tudom én, el tudtam volna ajánlani lobászt, esetleg pingvint, hát ők biztos, ha nem is egyből, de pár napon belül veszik majd a fáradtságot és belenéznek a demóba, tudnak valami tanácsot adni. Egyébként azt tudnám ajánlani az új csapatoknak, hogy ugyanúgy ők is demónézéssel tölthetik nyugodtan az életüket, és nézhetik a nagyobb csapatokat is nyilvánvalóan. Bár hogyha azon a héten levő mapra készülnek, akkor a livestream az már nem jó, tehát fel kell kutatniuk egy mondjuk előző szezoni meccset. Általában a Prem csapatok később játszanak. A másik pedig, hogy a saját demójukat is visszanézhetik. Érdemes úgy, hogy egy ember streameli, és a másik 8 ember ugyanazt néz, tehát ugyanazt a hovot kell néznetek. És ebben az esetben látni fogjátok, hogy mi az esetleges alapvető hiba. Hogy én nullas voltam, nem kaptam hírt, vagy esetleg későn kaptuk meg az übert abban a pillanatban, vagy esetleg nem úgy jöttek össze a dolgok, tehát ebből a szempontból boldog vissza lehet nézni, nyilvánvalóan. Én viszont nem teljesen Highlander szemmel nézem a meccset. Ebből a szempontból, csak ezt tudom mondani. Egy Reddy már eldördült, kérdés, hogy második mikor lesz. Üvegnek van egy kis problémája a pingel. Többieknek nagyjából. Az Vikingnek elég magas volt múltkor is, de relatíva még tűrhető. Látom, hogy Üvegnek még valamit kezdenie kell a routerrel. De hát tipikus magyar internet, ti is tudhatjátok. MD-rate 100, nem hiszem. Régen volt már ez a Command Rate, Update Rate 100-as. Command Rate és Update Rate 100 csak akkor volt, amikor 100 ticken futottak a szerverek. Ez még Source-ba volt, meg még előtt 1.6-ba. Úgy hallom, hogy beredisztek. Pitty, két ready. Tehát ticknek, a szerver ticknek megfelelően kell beállítani mindig. És mivel nagyon-nagyon ritka, igaz, hogy van, de nagyon-nagyon ritka 128 tickes, 100 tickes TF2 szerver nincsen. 128-ast be lehet állítani egyébként. Akit nagyon érdekel, a TFTV fórumon megveli. De sokkal nagyobb az igénybevétel a szervergép szempontjából is, és a játékos gép szempontjából is. Too big for your britches. Ugye nem fagyott meg a szerver? Vagy de? Ez menő, már a meccs előtt kifogy az STV, azért tudom mi átányolni. Egyébként elmondanám azt a praktikát is, hogy aki nem túl fix FPS-en játszik, annak érdemes mindig beszoroznia a ticket bizonyos számmal. Tehát ilyen esetben 66 ticken futnak a TF2 szerverek, és érdemes ilyenkor vagy 66-ra korlátozni, vagy 2x66-ra, vagy 3x66-ra értelemszerűen. És így mindig egész FPS jut minden egyes tickrétre, így nem lesznek losszok. De egyébként kíváncsi lennék, hogy mitől is fagyott ki a szerver.
Elég hosszú pislogott valaki ott a szervernél. És lassan el kellene kezdeniük, így is van, elkezdődött. Nagy nehezen. Nézzünk, minden okó volt. Fityma jobb oldalt megy, már kísér középre, szépen stickizgeti a mainjüket. Egy kicsit dobál a konnektorba is, ott is kapják az illet. Eddig safe spam. Kicsit előrébb kéne húzódni, bár nem lenne rossz, hogyha összekiszednék a csipát. Mindenképpen ki kell szedniük a csipát, hogy tisztességesen rá tudjanak állni a pontra. Vagy valamilyen szinten spammel vissza kell folytani őket, mint jelen esetben. Szóval itt meg kell fogni viszont, beugrott. Szép a szóval, megvan. Egyedülre mindkét oldalon, jól látom, él ameddig. Habár nem látom a... Most már látom, jó. Újra lett mindkét medik. Vikingék nagyon-nagyon nyomatják fel azt a Ubert. Jól látom, valószínűleg nem Uber lesz az, hanem crit. Nagyon gyorsan megy. Így van, pontosan. Viking rengeteg splash-t megeszik, és nagyon nullos a végén elbánik el a Sky. Csak majd vigyázni kell. Hero-nak. Másik oldalon Uber van, 50%, 56, ők is rendesen gyűjtik befele most már, vigyázni kell. Egyelőre még mindig piros oldalon van a pont, úgy csak, hogy mit tudnak alkotni a kékek. Ráni ráálltak, elnyomták az Ubert is, mivel beugrott rájuk egy szó, ha jól láttam. De még nem fogták be a pontot. És eléggé lehaltak itt csak oda egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy nagyon-nagyon gyorsan vissza kéne menni a piros csapatnak és blokkolnia, míg van esélye és van emberelőnye, pontosabban. Nézzük Kubik mestert. Lassan elbánik a mély szentrivel, ami egyébként rendkívül idegesítő tud lenni bizonyos kasztok számára. Mondom, nem nagyon akciózik. Be kéne fogni ezt a pontot lassacskán. Fókuszálni kéne a heavy-t, stb. Kb. Semmi nincs a ponton. Be kéne menni, be kéne foglalni, és emberelőnyben vannak továbbra is. Nem nagyon értettem, hogy mire várnak. Az a gond egyébként, hogy nagyon sok csapat, mint látjátok is, az Aurora is, olyan, hogy félnek bemenni Uberbe krit nélkül. Pedig most egy elég jelentős emberelőnyt fel tudtak halmozni, hogy fölöslegesen veszítik az időt. Végre elkezdtük foglalni ezt a pontot. Kubik már annyira bátor, hogy bemegy egészen az ellenfélhez. Múlhatéval vissza kell jöjjön. Second Hero meg van már őrülve, mindenkit spycheckkel. És meg is van egy gyümölcs, úgy látom. Szabot kapott viszont, nem megy rá a spyra, ami egy jó megoldás. Abból a szempontból, hogy ha beugró Soli van, akkor azt is vissza tudja fújni. Viszont így egy új esélyt ad a Spy-nak. Pontosan. És ebből a második esélyből viszont a Spy-nak megvolt. Úgyhogy érdemes a csapatnak ilyenkor kidolgozni egy stratégiát és elmondani, hogy na már most én akkor maradok a medikkel, spy-csekkelek.
de hogyha jön, az fáj, akkor én rámegyek. És akkor igyekezzen valaki más menni a helyére, és befogni a pakit szerepet. Mindjárt elszélítok a klapokkal. Váltunk ember, de emberek. Egyszerűen boldogom. Patrik, mint említettem, volt a konnektort használja. Gyorsan ki kéne szednie valakit. Nagyon jó pozícióban van, nagyon-nagyon-nagyon jó pozícióban van. Be kellett volna menni a tömegbe, és legalább egy emberre tudott volna végezni. Kicsit bátrabban, bátrabban. Né. Belebotlik a enemy sniperbe, de az enemy sniper igazából abszolút nem érdekli. Nem, abszolút. És akkor az pontja van egyébként a kék oldalon a Simulation csapatában a snipernek, úgyhogy ezt jól nem vagy jobban kihasználni. Uffufufu, második is tebre csak bejött. Kicsit azért izzadság szaga volt, én úgy láttam. Mostan be kell, hogy húzzák a pontot, és már rengeteg emberem van, és meg is van az első pont, az első napon. Itt van, nem nagyon látta, de oda bejött egy demo, nem tudom, hogy milyen célzatta. De sikerült neki kitapni. Itt van át. Ami elég csúnya, hiszen a legelső pár tíz másodpercben mondjuk úgy nagyon fontos a mind a Solid, mind a demo jelenléte, hiszen rengeteget tudnak beszpennelni, és kicsit megtizedelik a enemy csapat HP-ját. Nem tudom, hogy mennyire szorították őket vissza, egyelőre sem ennyire. Engemélek az üvert kék oldalon, kicsit szerencsétlen volt az a beugrás, mint mondtam, szépen be lehet fejelni ezt a hidat. És egyébként mellette sem túl erős, annak a HP-nek nagyon csúnya vége lesz. Tehát hogyha esetleg nem felép meg még úgy sem túl magas a skybox, tehát nem a legszerencsésed. Imádom, hogy Fitmának is csúnya vége lesz, nem? Pont egy piró. Nagyon rész sem volt. Egyelőre a kör kezdeti káoszát eltekintve lefogták másodjára is a pontot. És úgy látom, hogy ha jól emlékszem, akkor az első pontot is ők fogták be legelőször. Egyébként nagy ebben. Már fél percet ledolgoztak a 3 percből. Kicsit túlerőszig lesz az Fityfa barátom. 81%, 85% lassan megvan, és szinte teljesen egyenlő mindkét oldalon egyébként az Uber. Kíváncsi leszek, hogy mit fognak alkotni, kik nagyon-nagyon csúnyán visszaszorítják a magyar csapatot. Most vagy soha szerintem a pirosoknak mindenképpen el kell nyomniuk nagyon-nagyon gyorsan azt a új, kit van ezen az oldalon, érdekes lesz. Ne. Az egy nagyon-nagyon boldogtalan szerencsétlen kit volt. Látom, hogy Viking inkább a Medigenhoz van szokva. Az a gond, hogy rengeteg damage-t kap a Medic, akkor ösztönösen... Rengeteg damage-t kap a medic, akkor automatikusan el szoktam nyomni az Ubert, de ilyenkor elnyomja a critet, nincs sokkal előrébb, hogyha nincs jó pozícióban is. Igazából 10 méteres körzetben kb. Senki nem volt. Kár érte.
nagyon gyorsan el kellett volna használniuk, akkor tudtak volna valamit kezdeni velem. A krite csak akkor tudnak igazából kezdeni valamit, hogyha iszok gyorsan kiszedik az enemy medekjét. A diveknek szerintem vissza kell vonulnia, mert se bal oldalt, se jobb oldalt nincs rajtuk annyi támogatás. Sőt, mögötte is vannak. Nem tudom, hogy feltűnt-e neki, nagyon nem tűnnék fel eddig, most hirtelen. Feltűnt neki, hogy na hát, mintha itt szólni lenne a hátamba. Nem már. Kovik nagyon sokat AFK-zik, hogy csak simán megfogta és kifagyott, szegény. Nem fagyott ki csak a... STV-nek ilyen. Nézzünk rá itt a kék demóra, amit alkotnak. EU csapatban a nőnknek. Forma-forma az idő alasulatom. Egyelőre a második pontért való küzdelemben. 1 perc 30 másodperc, 1 perc 20 másodperc. Na. Nem. 100-as. Látom, hogy itt krit van, meg mindig erőltetek a kritet a srácok. Itt viszont überrel van védekezés. Nagyon érdekes helyzetet fog szerintem alkotni. És meg kell sem olvasom a... nem is tudom. Demókobot. Mert nem remélem, hogy a demóra rakják a kritet. Azt fog eredmény, hogy elnyomják nagyon hamar a kritet, és hogyha... fufu, gyönyörű, gyönyörű! Nagyon szép. Pont időben, még mielőtt a medik azt tudta volna mondani, hogy pakfügy, elhalálozott egy perc néma csend emlékére. Hiszen, ha Übert időben elnyomta volna, akkor igazából körülötte levő egy 2-3 embert simán meg tudja fogni. Nagyon jó időzik a crit volt. Nagyon szépen és nagyon gyorsan, effektíve be is kapták ezt a pontot. Csak 50 másodpercet kell kibírniunk, ami igazából már nem sok. Egy híres idézetet mondanám, hogy már a WC-n ülve is kibírja az ember. Annyira nem hosszú. Kék oldalon még mindig ragaszkodnak ehhez az Uberhez, nem hiszem, hogy van értelme. Végülis össze fog nekik gyűlni, csak érdemes már az utolsó fél percben inkább, vagy egy percben a quick fix-el neki menni, hiszen utolsó időszakban már az a fontos, hogy összegyűjjön az a bizonyos... Tehát nem az a fontos utolsó egy percben, hogy összegyűjjön, hanem az a fontos, minél több hírt tudjon kapni a csapat a ponton, rövid idő alatt, és meg tudják fogni. Menjünk rá a pontra, emberek, rá kell ülni szépen a pontra, blokkolni, nem körülötte fújdogálni. Azaz. Úgy látom, hogy meg is van a második pont. Nagyon szép. Legtöbb magyar csapnak egyébként nem nagyon megy a King of the Hill-es Island, de tapasztalatom szerint legalábbis. De sokkal több hidegvérrel játszották a második kört. Jóval több hidegvérrel. Itt most megtanulta a járást, és nem megy be olyan agresszíven. Marad a kő mögött, és onnan spammelje. Jajajajajajaj, nem is néz hátra. Mikor pedig meghallod, hogy a mellette levő heavy-t azért hátba szúrják, amit csak oldalán nézünk meg. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért vannak hátul, amikor három ember él a kék csapatból, és mindenki él a pirosból most jelenleg. Nagyon gyorsan rájuk kéne menni, nagyon-nagyon gyorsan. Csak elvesztegetett másodpercek vannak teljesen fölöslegesen. Pontosan. Így is van. Nagyon jó. Szóval kihasználták az előtt. Itt majd kicsit talán még túl agresszívan is bemegy arra három emberre. Látom, kezd felkelni, ahol nem is sniper, 21 pontja van. Nagyon repülnek a fejesek. Szegény piros heavy, kapja az ívet. Ja, divek.
Megvan a crit is közben. Azt a demót nagyon, nagyon gyorsan el kell intézni, nagyon low HP, és csak rá kell tüsszenteni. Egy kis support nem lett volna azt egyébként. Érdemes valakit mindig vinni a crit mellé. Eldördül egy Uber is a ponton, úgyhogy nagy valószínűséggel be fogják hozni a kék oldalon azt a pontot. Most már az ő számlájuk, a számlálójuk majd letalálni. Szépen be is lakta a kék csapat egyébként a középső pontot, fenn a miniszenti, ott van már a dispenzer is, adagolja a HP-t, adagolja az ammót. Heavy szépen fennül a kőnél. Ahogy a nagy könyvben meg van írva, szépen belakták a pontot. Kíváncsi vagyok egyébként Uncsi mit alkot. Ó, nagyon szép fejes. Nagyon-nagyon szép fejes. A sniper kéne kiszednie mindenképpen. Ha bár overheal van rajta, mégis nehezen bánik a sniperrel egyenlőre. És igen, itt kellett volna a snipert nagyon-nagyon hamar kiszedni. És nem csak most, tehát odaig medik. Kék oldalon viszont ott egy százas Uber, amivel nagyon-nagyon gyorsan vissza fognak jönni. És egy reakciót váltunk ki a kék csapatból mindjárt, ha jól látom. Jól látom, hogy jól látom. Krit van még mindig a magyaron. Százas Uber a Simulation csapatban. Nem, az Ubert elnyomja, hát csak nincs kire egyelőre. Egy demo és egy piró van, viszont nem állnak le pontot foglalni, inkább betámadnak és visszanyomják a piros csapatot. Embert nem öltek, csak inkább azért volt fontos nyilván, hogy befoglalták a pontot. Továbbra is elég egyenlő az idő megoszlás, úgy látom. Észre se veszik, de a szóval egyébként nagyon rájuk mászik, erre vigyázni kell. Látom, hogy infóterén még van mit tanulni a magyar csapatnál. Ez bizonyos infózni kell, hogy rátok ugrik a szori, és nem csak nyugodtan ülni a sniperrel. Sőt, a sniperrel és az a rendőrrel. Ki kell végezni azt a demót, így van. Mit tud alkotni. Elnyomják a kritet. Nagyon-nagyon hamar lehal a medik is, és nagyon hamar lehal a heavy is. Itt ma éppen ki tud jönni. Nagyon-nagyon sikertelen. Húsz másodperc van hátra, ami pont az időszak, hogy egy támadás van hátra. Nagyon gyorsan összekezhetjük magukat. Szedni kéne a lábatokat, fiúk. Mozogni, mozogni, mozogni. Ez pont egy támadás felé. Már csak egy fél támadás van. Éppen csak másfél perc, ez pedig... Hát, szerintem elég sok. Abból a szempontból még ki tudnak húzni egy olyan jó percet, hogyha megvan az überjük. Egyébként 90%-on jár mindkét csapat. Piszkosul ügyelniük kell a medikre, ez az egyetlen esély jelenleg. Hiszen... Mint említettem volt, hogyha Ubert elnyomják a ponton. Kék csapat elnyomta, jó, kicsit húzni kell ilyenkor, legyen egy kicsit előnye a csapatnak. De Ubert használnak, még mindig kritet használnak. Nagyon bátor ez a magyar csapat. Nagyon-nagyon bátor. És szerintem csak a szerencsém múlott, és a rendkívül béna támadáson, hogy nem tudták még eddig behúzni, bár látom be is húzzák. Igen, ez a megjósolt egy perc volt. Kár értem. Tehát 2-1 az állás. Ez még az első map.
Oké, de csak most itt van abból ilyen kegyetlenül módon. Ja, igen. Mr. Fitch van abból ilyen kegyetlenül, nem az estényű. Csak nézem, hogy nagyon darabos a mozgása, mint a zapkása. Nagy nehezen kicsit nem, hogy a pingje is rámvehészkedik a pontra. Be is húzzák. Különösebb akció nélkül egyébként. Ami miatt nem vették fel a kesztyűt a kék csapatnál. Elnyomják az Ubert? Nem, Kritet elnyomást. Kék oldalon pedig mindig Ubert használnak. Lassan egyébként váltaniuk kéne, hiszen ennyi idő után nyilvánvalóan válik a EU csapat agyában, hogy mindenképpen ragaszkodnak a Krithez. Még ha jobban is megy a Krit, érdemes egy időközönként váltogatni, hiszen kiszámíthatóvá válnak egyszerűen. És az ilyen megmozdulásoknál, mint például mind a két csapatnak 100-as übere van és 100-as kritje, enkor két oldalon meccs. Tehát ha nem pontosan jó időben dobják be azt a bizonyos crit stickit, és nem tudják kiszedni időben a mediket, akkor bizony elnyomja az übert, és az über ellen akármennyit kritelnek, nem tudják hatástalanítani a cukormázat. 8 másodperc pedig kibírni az Uber ellen azért szemtől szembe majdben nehéz. Főleg heavyvel nagyon nehéz elfutni, mondjam. Tapasztalatból mondhatom. Azt a snipert fókuszolni kéne egyébként, úgy látom, hogy Uncsi kicsit nehezen bír vele. Érdemes ilyenkor a Szolynak is ráugrani. Látom, ez is történik. Patrick szépen, nem? Kubik. Kubik már a kék frontvonalat ostromolja. Nem látta, hogy ott egy demo. Nagyon subák módon be volt stickizni. Kár érte. Elég sok kárt tud tenni, Sonic. Főleg ott a házban. HP. Ajaj, ki fogja megnyerni. A másik scap se tudok. Túl sok HP is. Megint csak heavy versus heavy bárfajt. De beszélni nem tudok. Pár baj. Ilyenkor már nem nagyon érdemes a szendvicsel kinyírni. Mint említettem, volt szendvicsnek egyébként az a nagy hátránya, hogy nem csak hogy időbe telik, hanem egyszerűen rengeteg hangot ad ki a szendvicsevés, amit egyébként nagyon kevesen realizálnak nagyukban, hogy igenis, én leállok tőled 10 centire enni, ők nyilván fogja tudni a pontos helyzetedet. Ha nem is teljesen centire pontosan, de egy pont annyira pontos helyzet megjelölése lesz a másik oldalon a csapatnak, hogy ki tudja szúrni is. A szendvicsevés pont olyan annyi ideig tart, hogy megöled a heavy gyorsan, és meg is tudod ölni étkezés közben. Csúnyán meg lesz halva a medik megint csak. Nem? Egyelőre megúszta a Viking medikünk. Utolsó egy percbe lépett a magyar csapat számlálója. Kíváncsi vagyok, hogy ki tudják-e húzni. Egyelőre van egyébként előnyük egy olyan... Nem nagyon látom Vikingnek a számlálóját, pörögjön az az Uber. Úgy jól látom, hogy Krit pörög. Pörögjön az jobban. Számlálóra pörögnie kell. Na, itt viszont már lehet látni a Quick Fix-et. Megjött az esze a Sedation csapatának. Hát ez meg kell, hogy legyen. Eléggé lepusztult a kék csapat, nincs is igazából kit healálni kék oldalon. Ezzel be fognak menni ezzel a quick fix-el nagyon csúnyán. És elfut mindenki a szegény medik elől, szegény. Tényleg. És már mire bejönnek a pontra, elfogyott a quick fix. Csókolom. Itt a 3 pont. 3-1-es állás.
Még van egy bátor piló a ponton, sőt, lesz egy bátor medik is a ponton. Kiszedi a snipert. Hajaj, nagyon tryhardolunk középen. Nem nagyon akarják felállni a srácok. Szép. Nézettség szaga volt, de jó volt. Úgy néz ki, hogy 3-1-re nyerték az első mapot a magyar. Kérdés, hogy Gulivason hogy fognak teljesíteni, tehát ez egy egészen más tiszta lesz, hiszen ott már nem csak egy pont van, hanem egészen 5 pont van. És ott viszont piszkosul kell fókuszálni a snipert majd, hiszen még 6v6-ban is, és főleg Highlanderben egy szinte tökéletes sniper map. Középen is a prem csapatok nagyon sokszor visznek snipert, nem csak másik pontra, hanem középre is, sőt még utolsón is sokszor előfordul. Kíváncsi leszek, hogyan oldják meg. Egyelőre egy kicsit nyögvenyelős volt a sniper fókusz. Igenis, terrorizálni kell azt a snipert, igenis, lőni kell rá, igenis, rá kell ugrani. Tudja, hogy nem jó helyen van, és nem merjen kijönni. Itt viszont hatalmas nagy távolságok lesznek, úgyhogy meg fog szerintem gyűlni a bajuk. Soha nem tűnt még fel, hogy itt van ahol egy... Én nem is tudom, mi akar ez lenni. Hát nem vízesés, hanem valami turbinaféle. Ez az újdonságra éve, ahogy komolyan mondom. Biztos alig játszottam rajta, vagy csak 100-szor. Amit érzek egyébként, hogy a múlt heti, azt hiszem, hogy múlt héten is játszott, így van, múlt heti meccshez képest sokkal agresszívabbak. Aminek örülök egyébként. Általában a 9 embernél azért sok az a 9 ember, akárhogy is nézzük, akármilyen játékban is. Elég rendes a káosz a Mumble-n. És sok vélemény feszül egymásnak. Ilyenkor igenis az embernek erőt kell vennie magán, és azt mondani, hogy na hát ha medikünk minkolol, vagy demonk minkolol, vagy akárki minkolol, akkor az ő szava szent, még a marhasságot beszél is. Majd meccs után ki lehet rage-elni, hogy igenis fiam, marhasságot mondtál nekünk, emiatt veszítettük a meccset, de meccs közben nagyon-nagyon felesleges ezen kiakadni. Most mit kéne tenni? Az ő szava szent, ha esetleg nem tudja, mi a kérdés, akkor más kell tenni. De úgy látom, hogy most nagyjából rendben volt ez a dolog. Kicsit majd az infókra kell rámenni, hogy X ember beugrott, Y ember beugrott, arra vigyázni, hol van, kicsit fókuszáljunk rá. Úgy látom, hogy jól használják a kritet. És konkrétan egy pont azon kerek egy egész pontot azért nyertek meg, hogy újraüzítették a kritet. A többin úgy láttam, hogy inkább DM skill volt.
látom, kicsit otthonosabb a hangulat a cseten, mert hogy nem volt most Facebookon kihírezve, nem volt abszolút most időm, hogy Facebookkal törődjek. Majd felkerül ez is YouTube-ra végül is. Visszanézhető. Most tudom, hogy hány hetes ez a szezon, szerintem... Még azt is megkockáztatom, hogy ez az utolsó meccs elődöntő előtt. Vagy nem is elődöntő, magasságukat beszélek. Rájátszás előtt. Hiszen jövő héten már kis karácsony, szent karácsony. Mindenféle ünnepesztés, akkor már abszolút nem lesz senkinek ideje se pracolni, se élni se. Mert egyszerűen töpni kell a fejünkbe a rengeteg kaját. Nincs mese. Igenis fel kell hízni azt a plusz 5 kilót, amit majd le lehet adni januárra. Hogy legyen mire esküdni. Felesküdni január 1-én. És megfogadni, hogy azt a plusz 5 kilót levegyétek magatokról. Szerintem januárban már rájátszás lesz, és ilyen arányokkal, tehát eléggé hátul maradtak most már a ranglistán a fiúk, főleg a múltkori vereség után, nem tudnak majd rájátszás után menni. Ez egy minőség ez az STV. Azt tudom elképzelni, hogy ilyen kis fehér egerek hajtják a kereket, és néha így megállnak, mert elfáradnak, akkor nincsen áram, és leáll a gépezet. Sajnos az ETF2 el nem igazából nincsen pénzük rá arra, hogy most azt mondják, hogy egy nagyobb vállalattól bérenünk most szervert, és minden meccsre lesz hivatalos szerver. Nulla pinggel, és a többi, Egyelőre ez van. Merem remélni, hogy ugyanúgy vissza fog jönni, mint az előző időszakban. Azt tudom elképzelni egyébként, hogy rosszul van beállítva a késleltetés, és ilyenkor meg kell venni ugyanúgy az első másfél percet. Udex másoló szerzetesek, azaz. Nem, azok ülnek a nagyobb nyomtatókba. Azért ilyen hangos a nagy nyomtató, és azért ilyen sok hektart, hogy kinyomtassa, mert egy ilyen felül egészen kopasz, meggörnyetett szerzetes ül benne, és rajzolja a betűket. Ilyen Ryan Brigade szerver egyébként. Hát ingyenes szerver, akárhogy is nézzük. Hát egyidőre csak live vízibiciklit láthattok. Nem tudom, hogy mi újság van.
Azt mondja a figyma, hogy pauz van. Az elképzelhető, hogy az zavar be. De hát el se kezdtétek még a meccset, hogy tudtok pauzolni ilyen gyorsan. Hát ez prima. Akkor egy darabig vízibiciklizni fogunk. Hogy kitöltsem ezt a elég sok időt, ezt a köztes időt, szerintem kicsit körbejárjuk a mapot. Nézzük ezt a középső pontot, mondjuk úgy, midet. Kifele jövünk piros oldalról, akkor két lehetőség van, vagy elmegyünk a nagy kapuhoz, vagy elmegyünk a csókhoz. Azért hívják csóknak, mert angolul ez folytást jelent, tehát ez folytópont. Nyilván folytópontnak nevezik azt a részt, ahol már közben kijöttünk a fagyiból. Folytópontnak nevezik, mivel ez egy szűk rész. Arra kell ügyelni, hogy na, pont a Soli felugrott. Tehát itt fel tud jönni a Soli is, a Demo is, és egyébként a Scout is fel tud jönni, hogyha üti magát a... meg nem tudom mondani, mi a neve. Hadd nézzem már meg egyszerűen, nem jut eszembe, mi a neve. És nincsen statom. Na mindegy, a Scout fel tud ugrani, hogyha sebzi magát az egyik melee weaponnel, tehát háromféle azt is itt fel tud jönni, hogy erre vigyázni kell. Folytópont, igen. Így hívják. Csak angolul a csók az jobb. Nyilvánvalóan. Az angol megnevezések egyébként abból jobbak, hogy ez már live, vagy mi van ezzel? Miért tudják? Hát még 8 vagy 9? Akkor ez a config nem jó a szerveren, mert be lehet foglalni a középső pontot warm-up-ba. Eléggé borzasztó. Szerintem még itt config problémák is lesznek. Mire megledik, hogy nem is Highlander, nem is King of the Hill config kell, hanem 5 CP config kell. Lényeg az, hogy ki lehet jönni Big Door-ba is, ki lehet jönni Choke-nál is. És mind a kettő elég messze van a középső ponton, mint láthatjátok, tehát tök praktika is lehet. Közben megvan 9 ember. Létezne, hogy ez live? Nem hiszem. Kizártnak tartom. Én azt is el tudom képzelni, hogy ez live. Még ilyet. Egyszerűen nem hallottam a két redizést. És nem is láttam, hogy berediztek volna. Úgy láttam, hogy őket is eléggé hirtelen érte ez a megrázkódtatás. Nem, a Demo egyébként itt ül. Meg a fele csapat itt ül, tehát az csak warm-up. Ja, no timer. Igen, kösz. Mondom én, hogy halálborzasztó config. Itt mindenki szépen betámad, meg kínlódnak, de nincsen benne timer, akkor sokra mennek vele. Na, most kezdődnek a ready hangok, tehát mostan elkezdődik a nap. Na, akkor folytassuk kicsit a midet, tehát akinek új, tehát Big Board-ba lehet jönni fel az arcukba. Esetleg alul is be lehet bujkálni, mint említettem, itt is fel lehet ugrani egészen mögéjük, tehát erre is vigyázni kell. Itt is fel lehet csúszni szépen scouttal. Megint csak alul be lehet jönni, tehát körbe lehet szépen venni a pontot, de hogyha rááll valaki,
vagy a tetejére, tehát tetején is lehet húzni, vagy itt oldalt ezen a kerek részen szintén lehet húzni a pontot, eléggé összpontosít rá mindig a másik csapat, tehát elég passzív általában, amit vigyázniuk kell. Támadás nagy, itt a második pont. A második pont már kicsivel zártabb, és nyilvánvalóan mivel második pontról beszélünk, ezért gyorsabban is lehet húzni. Itt szintén felül és alul is lehet húzni a pontot. A felső részen, hát jó istennek ezt a ezeket a lemezeket ide berakták, így hát szépen kényelmesen mondjuk egy scout tudja húzogatni a második pontot. És innen van két lehetőség, vagy egy felső, vagy egy lobbyból mennek be, itt szintén alul, vagy felül, vagy középen be tudnak menni, vagy bejönnek a riverbe, ahol oldalt és megint csak alul be tudnak menni, tehát jól számolom, ötféle van. Közben elkezdődött nagy nehezen a meccs. Kék oldalon lesz most az Aurora csapata. Figy most szépen be is tikizi azt az alsó részt, hogy rároncson valami őrült. Így észrevette, de későn vette észre. Kubik is lehal. Nézzünk rá direkre. Hogy az utolsó reménységünk a nagyok alasztok közül. Neki viszont már úgy látom, hogy nem sok esélye van. Pontosan szépen kifókuszolják a Evit, és meg van répelve a magyar csapat középen. Esetleg a színésen részéről húzhatnák a pontot, ahelyett, hogy össze-vissza szaladgálnának. Ami jó ír, hogy a színésen csapatánál erre szült a medik, úgyhogy lassan meg lesz magyar oldalon a százas Uber. Nem tudom, hogy Viking hogy jutott ki, de valami csoda által kijutott. Nézzünk rá a Vikingre. Viking visszaváltott egyébként kritről. Helyes döntésnek találom. Elnyomjuk az Ubert. Beponaglunk. Nézzük csak, mennyire tudjuk kiírtani itt a népet. Egyelőre írtani nagyon nem írtottunk, viszont kicsit kijött a másik csapat, a Heavy-t elkaptuk, nem tudom milyen célzottal, de a Heavy egyedül kijött. Kikukucskálni. Uncsi bácsi, ne tessék aludni. És közben mindenki, mint egy jól lakott óvodás szépen elszaladgál itt csókon, de nem nagyon fókuszálják a végre valahára, fókuszálják a Big Door-t is. Itt ugyanígy két esélyes a támadás, és ketté kell osztani valamilyen szinten a csapatot. Úgyhogy hogy tudnak bemenni. Hát, egyelőre csak mindig egy-egy embert elveszítenek, és nem fognak be elég teret. Uncsira is azt tudom most mondani, hogy hiába van ott, egyszerűen túl közel van hozzájuk, és nem tud mit kezdeni. Nagyon hamar ki is szedik Uncsit egyébként. Nem túl meglepő módon. Big Door-ba is csak akkor érdemes betámadni, hogyha tényleg ki van ürítve egy bizonyos méterig, vagy nagyon-nagyon passzívan hátulról nézni, viszont akkor már nem sokat lát rá az ember. Ezt a textúra pakot még majd át kell nézegetnem, mert a sticky olyan, mintha crit sticky lenne, de egyébként nem az. Valamilyen megfontolásból egy ilyet kapott alapból. Na nézzük. Figyeljük, úgy látom, hogy felmenek a felső részre, majd kicsit könnyebben rálátnak. Így van, Uncsi kicsit farag a ponton levő emberek számából. Sumák Szoli fent volt, csók fölött. Nem sűrűn állnak ott az emberek, inkább védésnél szoktak ott állni. Jó, majd kiszedem a kicsit. Egyelőre
nézegettem volt, de nem jöttem rá, hogy melyik. Ezt nem tudom, nem tudok mit tenni, majd tényleg át kell nézni. Új ez nekem még ez a dolog, csak kicsit szebbé akartam tenni a TF-et, ami az is lett, csak kicsit túl lett dizájnolva egyes rész. A gameplay szempontjából teljesen máshogy néz ki, mint ahogy kéne. Ez van, kibírjátok még ma. Sőt, azt mondom, hogy kibírjátok már ebbe az évbe. Szerintem már több stream nem is lesz. Jó öreg 2015-ben. Közben befogtuk a midet, és mászkálunk befele csókon, szépen álljunk az Uber. Heavy-t csak lassan meg kéne öldözgetni. Medik elesik szépen, uncsi kikapja. 3-4 ember is megvan. Figyma nem ér rá bénázni a másik ponton, már be is megy az utolsóra. Nagyon jól teszi egyébként. Ilyenkor rajtuk kell hagyni azt a agresszív támadást. Az volt a kár, hogy Figyma mögött kb. Senki nincs. Jól láttam, ott van a medik egyedül. Volt ott a medik egyedül. Jaj. Mindkét oldalon le van, ha van medik. Szerintem egyelőre egy passzív részt fogunk látni. Ezek mit akartak itt a teleporttal most őszintén? Nem sűrű látok teleportot, megmondom őszintén. Általában eléggé változnak a frontvonalak. 5 cépés van pont, nagyon ritkán látok teleportot. Mint mondottam, nem kifejezetten prioritás. Na maradjunk egyelőre a pirónál. Kis butalkot. Pirónak be van infózva a sniper, úgy látom rá is megy. Csak nehezen éri be. Még azzal a fránya miniweaponnel is. Hiszen Powerjack-kel is nagyon nehezen éri be. Sokan panaszkodtak miatt, hogy na hát túl gyors lett a piró, de hát akárhogy is nézzük, olyan rengeteget nem dob meg, tehát scout szintre nem dobja fel a movement speedet. Elég itt távol vagyunk ettől a második ponttól, és nem nagyon tudjuk itt védezni. 3 ember belül rajta, ők is csak nagyon-nagyon messziről néznek rá. Előbb-utóbb szerintem fel fogjuk adni ezt a második pontot, ha ilyen lazán fogjuk. Na, nagy nehezen bejött egy heavy, még bejött egy medic is. Van egy kis support. Amit érdemesebb lenne. Érdemesebb lenne, hogy felső részre is ráösszpontosítsanak, de most kéne menni emberek, most, míg van Uber. Miért kellett hagyni, hogy befoglalják? Kicsit később el kellett volna nyomni. Nincsen vele semmi probléma. Most újraból be kell fogni pontot, újból elmegy vele 10 másodperc, már régen benne lehetnének lobbyban. Nem kell félni attól az Uber versus Ubertől, hogyha később nyomjátok el 1-2 másodperccel, az már egy hatalmas erő. Tehát arról a piros heavyről a cukormáz 2 másodperce később olvad le. És abban a 2 másodpercben bőven szét lehet darálni szemből. A piró csak hátrál és hátrál és hátrál. Időre nem nagyon lesz vége ennek a hátrálásnak. És szerintem még mindig 0-0-nál járunk, pontosan. Na nézzünk rá Patrickra. Patrick Ringerrel mögéjük megy. Nem túl feltűnő, igen. Ezt
meghallják, kicsit közel van az ember. Vikingnél megvan a 100-as, piros oldalon pedig csak 30 néhány százalék nyűben van, úgyhogy most vagy soha kéne bemenni. Volt update. Micsoda? Extinguishing a teammate will now return 20 health to the pyro. Az tiszta jó. Tehát, hogyha valakit eloltasz, még akkor kapsz 20 HP-t magadra. Érdekes. Az ötlet egyébként nem rossz, de hogy 20 HP, az én szerintem az elég sok. A koncepció nem rossz egyébként, mert ez inkább ilyen a puppiróknak jó, hogy na hát, ha elfújjátok a teammate-t, akkor megkapjátok azt a 20 HP-t, érdemes oda menni és elfújni. De a puppiró az egy ilyen külön faj, mint tudjuk. A puppiró nem olvassa az update-et és nem fogja továbbra se elfújni az hatásait, mert puppiró szegény. Szegény sérült és nem tud olvasni se. Egyelőre még mindig itt a második ponton kilógdik a magyar csapat. Elnyomjuk az Uber-t, kicsit hamaran találta azt az Uber elnyomás, de hát Istenem. Beértünk a pontra, ami a lényeges, és már rajta vagyunk. Abszolút, nem is törődik fel a piros csapat, hogy mi újság van. Hogy esetleg foglalják a pontjukat, vagy valami. Nem. El vannak, mint a befőtt, tényleg. Na, figyelj. Gyakorolni kell még ezt a rolloutot. Ja, és közben... úgy látom, hogy pörög a chat. Le fog járni a szerver. És nem tudják meghosszabbítani a szervert. GG. Úgyhogy... úgy látom, hogy felmerült a piros csapatban, tehát az EU csapatban, a színésön részéről, hogy ezt bedobják a törő között másik mapra, és akkor 6-0-ás összpontszámmal megy tovább, vagy esetleg nem megy tovább pontosabban a magyar csapat, viszont megnyeri a mindkét mapot. Érdekes. Megtátosodtak a pirosak, úgy látom. Uber ellen Heavy próbálna alkotni, de nem tud, túlságosan messze van. Vissza kell jöjjön. Haha. Oda a medikje is. Szerintem, igen, 100 HP-ra, 150 HP-ra le is esett a Heavy. Esetleg nem lenne rossz ötlet bejönni, bár magyar oldalon pedig nincsenek túlságosan többen. Piró megint alkot, a scout megint alkot, kicsit káosz van középen. Háttérben viszont elég sokan leesnek a piros csapatról is. Csak 3 ember él a piros részen. Ez az egyenként bemegyünk, káoszt akarunk létrehozni. Megakadályozzuk azt, hogy befoglalják középső pontot. De miután lemming módon egyenként bemasíroztak, ezért hamar ki lettek kapva.
Kicsit megkésettnek érzem ezeket az update-eket, nem... Mennyi? Nem akarok sokat mondani. Mikor jött ki, vagy 2007-ben? Nem sokat sokat mondani. Tehát legalább 7 éve legyen 2000... Tudjátok, itt legyen 2008, nem is tudom. Tehát legalább 7 éve megvan már a játék. Kint van a piacon, fizetős volt, utána free to play, lett rengeteg update, így meg úgy. És most kezdik el végleg balanszolni, azért... Vicc. Még a reservation-ből zsír. Kiváló. Igen, egyébként olyan, mint a R8-csében. Most valaki ráért a Valve-nél. Valaki tényleg most azt mondani, hogy ráért, és nem volt semmi dolga. Tudjátok, mit csináljunk új betát. Nincs más dolgunk. Unjuk magunkat. Játékot nem csinálunk, tehát Half-Life-t nem fejlesztünk, lefordított. Nem fejlesztünk, ha fejlesztünk is sok ész nem kell az új lefordulathoz. Mert a mapok ugyanúgy néznek ki. TF3-at megint nem fejlesztenek. Dota 2 megkapta az új motort, nagyon nem kell velmit kínlódni. Mivel Dota 2-ben megint folyamatosan változik a meta, az új hős bejön. Tudjátok mi, rakjunk be új update-eket a régi játékokhoz. Teljesen forduljon fel az összes meta. Ahelyett, hogy egyébként a matchmakinget tesztelnék és szorgalmaznák, mint utóbb kiderült, 5 egész ember kapott, na ennyi volt a szervernek egyébként, 1-0, és úgy láttam, hogy GG a vége. Tehát ha jól tudom, akkor 5 ember jutott eddig hozzá a matchmakinghez, a TF2-es matchmakinghez, ebből 3 fejlesztő. Tehát erről ennyit. Azt hiszem a másik, az egyik Benny, mint játékos, ő kapta meg. Ezt screenshot is mond róla, hogy megkapta a hozzáférés, de egyszerűen nem tud mit kezdeni vele, hiszen 5 embernek van hozzáférés, akkor nem tudnak még 6v6-ot sem letesztelni, tehát. Elég borzasztó a dolog. Ezt tudom mondani. No, Fitnával beszéltem egyébként meccs előtt. Azt kérdeztem tőle, hogy akarnak-e valami rövidebb interjút. Ó, még Szerót akarnak hozni, tehát a Cination csapata abban a hitben él, hogy még ők hoznak még egy másik szervert, és lejátszák a maradék időt. Ami érdekes, hiszen akkor ott kell tartani az 1.0-át a fejben, és ott kell az időt is tartani a fejben. Hát, nézem. After removing Sapper from Sentry, there is now 0.5 second delay before the Sentry is active again. Ez viszont jó dolog. Mert eddig, hogyha elkezdted szeppelni a Sentryt, akkor leütötte gyorsan, egyből elkezdett téged lőni. Még ez a fél másodperc, még ez így, ez még legit is. Nem kellett volna egy másodperc, csak az a fél, az mondjuk úgy, még jó is. Jagged damage penalty against buildings. Jag. Hát az nem engineer melee weapon. Hát engineer melee-vel mikor mész neki az ellenfél
építményeinek. Now takes three hits to destroy a sapper. Okay. Rescue Ranger healing per bolt reduced. 75-ről 60-ra, az viszont nem rossz. Ez is egy kicsit radikálisnak tűnik. Szerintem 70-re pont elég lett volna. Így is pont elég borzasztó az NG-vel játszani, meg kell mondjam. Valamivel fanabban tehették volna igazából. Az NG-t, mint magát. Valamivel, nem tudom, én szerintem be kellett volna hozniuk egy új szentrit, ami esetleg, én nem is tudom, rajta van az engineer karakterén, és hátrafelé lő, vagy valami, amiben szuper mobilissé tudják tenni az engine-t, tehát nem, nincsen helyhez kötve. Na, úgy néz ki, hogy a Assassination csapata nem hallhatja még egyszer a John Cena bejövő dalát. Egyébként Assassination azt jelenti, mint utóbb kiderült, hogy azon emberek tábora, akik John Cena-t szeretik. Ez ilyen tipikus meme team. Úgyhogy, ha minden igaz, még lesz egy pár perc múlva. Egy interjúféleség. És teljesen vannak, jó van. Akkor azt... Közben ránézek már erre az update-re. Link nincs ehhez az update-hez? Vagy jól gondolom, hogy a hivatalos teamfortress.com-on bent van? December 17, the tough break update is coming. Ja, ez nem is az. Ez csak valami téli update lesz. Mindenféle marhasságot kitalálnak már. Connected. User entered your channel. User entered your channel. Édes Istenem, van itt annyi szóba ezen a TS-en. Majd borzasztó. Én meg Rally vesem. Több damage-en volt, mint Kovéknak. Na, hallé, jó emberek. Jó estét. Jó estét. Először is kicsit magatokról mutatkozom már be mindenki egy-két mondatban, aki jelen van. És részt akar venni az interjúval. Nekem visszhangzik a... Ja, jó. Mert TS, vagy megy a Twitch-et. És igazad volt. Szeretem a kenyeret. Jó vagy, Benny. Szeretem a kenyeret, ez egy fontos. Szerintem őt hagyjuk. És ez mennyire határozza meg az életmódodat nap, mint nap? Nagyon meghatározó. Minden reggel elmondom a trollni, minimum 5 lánynak. Aha. És gameplayben mennyire meghatározó? A kenyérebb nagyon adja. Mélyen a szívemhez kötőzött. Én kérvényeltem külön gépemnél, hogy hozzák már be. Ez ilyen. Értem. Ez gyökér. Nekem self-made kenyér diszpenzer sütetőn van az a szepper, vagy mi a jó, hogy képbe vagy.
Nekem olyan a kenyér, mint a Doritos. Jó, hogy itt vagy, jó. Király. Amúgy Benni, nem akarod kezdeni? Csak bocsi, mert nem hallottam a kérdést. Mesélj magadról. Aha, hát... Hány centis a füled, meg ilyen? 170 centis a fülem. Nem, egyébként két éve TF-ezek. Január óta, előző január óta kompetitíven, úgymond, mert akkor kezdtük a lobbit. Aztán júniusban nem, UGC-t. Nem, januárban. És júniusban kezdtük a UGC-t. És nem jutolja magát, hát ez nagyon jól kezdődik szerintem. Igen, ez elég király tényleg. Na, mondjam addig én. Nekem bejövő, és én beszélek szívesen a Benny-ről. De nem kell Benny szerintem. Nem ilyen privát dolgok ellenbe. Az érdekel engem főleg egyébként, hogy mi indokolta azt, hogy ti most átjöjjetek kompetitívre is, nem pubon verjétek el az időt. Az, hogy a fába az túl könnyű, mármint nekem ez volt, és az, hogy tetszettek azok, hogy banolva vannak fegyverek, szóval nem lesz olyan, hogy rácsárgyal a shield-el, és demo leszöbet 190-at a pajzsával, aztán még beléd üt egy random klipet a kis milliével, és ezért halsz le. Plusz sokkal jobb az, hogy erősebb emberekkel játszol, sokkal nagyobb kihívás, mint minden. Jobban lehet fejlődni. Plusz vicces. Igen, és úgy kezdtük el igazából, hogy volt egy baráti társaság, és úgy együtt TF-ezgettünk, aztán eldöntöttük, hogy csak itt jön ezt is próbálni, aztán ugye lobbizgattunk, megtetszett, UGC-re bejelentkeztünk, aztán most ide is. Ezóta jó sok embert lecseréltünk. Nekem tök jól időzítve bejött anyám. Úgyhogy... Legjobb kor belőle. Ja. Ez ilyen. Na. És mit próbáltatok ki? Tehát először mindenki lobbizgatott, és utána hogy találtatok egymással? Mint csapat? És ki szervezi egyébként? Hogy én meg Patrik megcsináltuk a csapatot, és akkor mi csak egy pubon ugye játszogattunk, meg nézegettük a streameket, stb. Aztán jött egy pyro, azt is ugye pubon találtuk, és ő mutatta nekünk a lobbikat, azt kezdtük ugye januárba, és mikor meglett a 9-10 ember, akkor gondoltuk, hogy akkor megyünk Ironba, majd UGC-ben. És ez volt júniusban, akkor mentük az első szezont, ott ugye a playoffig jutottunk, és most szeptemberben volt a második szezonunk, ott megint Ironba mentünk, és ott meg harmadikok lettünk, és most volt az RTF2, ez a három volt. És Openről mi a véleményetek, mert papíron igazából valahol a Steel környékén van inkább az Open, sőt, Steel playoffosok már mennek Openbe, de az alatt nem nagyon szokás. Tehát szint körül mi a véleményetek, hogy mennyivel erősebb vagy erősebbnek találtátok-e? Hát jóval erősebbnek. Például Bimlitzen Silvert kaptunk. Az tetszett. Meg ja, azért nehezebb, mint a UGC. User joined your channel. Még mindig lobbiztok? Én visszahúzlak téged a fanzónba, ha nem baj, jó? Még mindig lobbiztok? Igen. Nem, eddig sem lobbiztok, Tomi. Mink volt. Tomi. Az a kérdésem lenne még, hogy álltok a csapatszervezéssel, mert nekem az a tapasztalatom, hogy 9 embert azért nehéz összetartani. Plusz még beúrókat. Egy nehezebb. Mert most divek volt ugye a heavy-nk, ja. És csak két meccsig. De Magyarország legjobb counter-jumpere mindig készen áll a szolgálat. De a netem értezett felelősséget nem vállalok, szóval most is, ha háromszor nem dobott le a buzi szerverről, akkor egyszer sem. És nagyon irritáló figyelni. Szóval jelenleg heavy-t keresünk. Main heavy-t. Ezen kívül általában nincs gond. Neki fenn van, amikor kell. No life senki. És mennyi a heti gyakorlás, akkor csak rá kérdezek már. Kedd és csütörtök lenne a úgymond edzés nap. De nem mindig sikerül betartani. Ugye most jön a téli szünet, és így még nehezebb lesz. Hát de meg lehet. Hát igen, mivel
utazás, ha valaki nem, elmegy, vagy ilyesmi. Ja, a gazdagék elmennek. Beni, ha van nálatok két gép, Beni, ha van nálatok két gép, akkor megoldható az. Mindig. Igen. Meg szerintem Disgusznál is be tudom búrni. És mi volt a második része? Vagy ennyi volt? Kérdés. Ezek lettek volna még az alapkérdések. Még jövővel kapcsolatban lesz-e valami line-up változtatás, azon kívül, hogy heavy-t akartok felvenni? Vagy esetleg UGC stílben mentek majd UGC-ben? Mi a jövő? Ugye 11-én indul a UGC, és ott már stílben mennénk. És igen, csak heavy. Heavy az, ami kéne. Meg szabok. Mert abból sose elvi. Ez így van. Egyébként mit tudtok ajánlani azoknak, akik puboltak és át akarnak jönni kompra? Tanuljanak meg lőni. Jó, most ez nagyon alap, de ez tényleg nagyon fontos. Mármint attól függ, mondjuk medikkel nem persze. De tényleg. Meg én ajánlom azt, hogy mondjuk egy kisebb társasággal kezdjem, mert az nem vicces, mikor mindenki kirepel a lobbiból, mert egy béna szar vagy. Szóval jobb valami tapasztaltabb ember elmenni, ő elmagyarázza. Igen, mindig így jár, tényleg. Egész nap csak kirepelnek, tudod. Igen, hát mindenképp lobbival érdemes elkezdeni, és nem egyedül. Igen. Meg mondjuk esetleg MG-be az nem annyira. Szóval szerintem sokkal fontosabb a Game Sense, mint a DM. És akkor kicsit még jobban erről az Open szezonról. Amit kikaptatok meccseket, az mi az érzés, hogy miért kaptatok ki meccseket? Miért vesztítettetek el mapokat? Esetleg prac hiánya, vagy hát, összeszokás hiánya? Az egyikben van ott, szerintem ott eléggé szép voltunk esve, szóval nem voltunk eléggé összeszedettek, meg ilyenek. Ez melyik volt? Még a Borneós, amikor teleszpemelték a csatot, meg vagy az a UGC volt, nem igen. Open LTF2-ben. De igazából a trash talkról kéne leszokni. Az a legnagyobb problémák, igen. Hogy folyamatosan egyszerre pofázik mindenki. Először Divek volt az, aki erre rávilágított, azóta kicsit jobb. De azért mindig van trash talk. Főleg Kuviknál, mint például most. De itt. Nekem csak a netem miatt. Komolyan, nagyon idegesítő, kimennék Big Door-on, és kérje, hogy 24 szek múlva ledob a szerver, hogy már tovább ilyen a neten, és így fú. De csak 9v9-ben van az. És nem vágjuk. Na látod. Hát meg azért vannak jobb játékosok is, skillileg is nálunk. Például volt a steel-es, amit a steel mapon a meccsünk, ott azt hiszem 3 mercünk volt. Egy medic, akivel mi soha nem játszottunk, egy heavy, akit akkor vettünk föl. Az végig szitta a mediket, ezt a Mers mediket. Akkor a, nem tudom, bunkó ember volt, az is szintén nagyba közre játszott az abban, hogy olyan rossz eredmény lett ott, de többi mapon annyi, hogy erősebbet kaptunk. Szerintem. És inkább azt érzitek, hogy DM-ben vagytok gyengébek, vagy csak egyszerűen csapatmunkában? Szerintem mindkettőben, de inkább csapatmunkában. Mert gyakran jön új ember, és így a, úgymond a mag, az szeptember óta van együtt. A két ember. A kávé. Nem, pontosan kettő, te meg de hogyha az Aurórát nézem, nem pedig az előtte lévőt, akkor ugye Ruben, Patrik, Viking, Jona, meg én, hiszem ennyi, aki így szeptember óta itt van. Reu. Ja, meg Kuvik és Reu, ennyi. Igen, igen. Azért így már vártam, hogy mikor megyek Debrecenbe, viszont a pillangot, tudod, hogy csak kihagyta. Mondjuk azt tudok, hogy én Kuvikkal így beszéltem 3 szót különben. Igen, mert még régebben töröltelek és blokkoltam. Mert csicska vagy. Nem vagyok csicska, csak nem képű.
Na, még utolsó kérdésnek annyit, hogy ki és mit játszik, mint main class, és miért pont azt játssza? Csak Soldier. És azért, mert nagyon megtetszett benne az, mint ami először scoutot kezdtem, mert tetszett az, hogy nagyon mobilis, meg partizán, és hogy nagy a damage outputja. Aztán váltottam a Solira, abból meg Romra, mert nem szerettem nagyon a takitét. Ez a mozgó faldalak, hogy mindig levetkedte, stb. A Romer sokkal jobb, hogy össze-vissza lehet ugrálni, flankelni, stb. Izgalmasabb is van. Más, meg mással nem tudok játszani, szóval ez maradt nekem sajnos. Ilyen lábfétisem van, és a splash damage-ot nagyon szeretem, szóval. Egyébként Perlexet elfelejtettem mondani, mert ő is. Ja, jó. Ja, szegény. Ne, nehogy megharagudjon. Igen, igen, én majd lemegyünk Perlexre a Debrecenre, és megverünk. Ja. Én meg scout vagyok, és azért scout, mert ez az első a sorban. Többit még nem láttam. A többit ki sem próbáltad akkor, csak megnézted az elsőt, és az megtetszett. Ez szerelem első látása. Fityma, te? Demózok. Mert néger. Igen, azért mert néger. Amikor elkezdtünk ugye kompetitívezni, és akartunk, akkor ugye választani kellett egy maint. És a demót választottam, mert néger, és kiskoromban néger kosaras akartam lenni, és ezért ezt választottam. Na, meg ha bejön. Ez a forgatókönyv, mintha ismerős lenne egy South Park részben. És csak a világító fogsorod látta az emlő. Én hiányzok? Na, igen, szóval te azért vagy Spy, mert trader vagy. Igen, nem, azért, mert amikor mert arra van a játékot, a lobbizgatást, akkor el kellett döntenem, hogy Soli vagy Spy legyek. És nem tudom, ez jobban tetszett valamiért egy kicsivel. Aztán, mert addig annyira nem spyoztam meg semmi. Azután elkezdtem ezt nyomatni 0-24-ben, és ja, most Spy vagyok. Látom, egy kicsit harapófogóval kell készíteni belőletek az infót, de akkor legyen még egy kérdés, ha már eljutottunk idáig. A híres kérdés, hogy miért nem 6v6, hiszen az sokkal populárisabb, van sokkal többen. Van 6v6 is amúgy, szóval van az is, csak még nem annyira nagy vonalban, mint a 9v9. Ezt egy hónapja kezdtük el? Igen, igen. De ezt is még csak ilyen edzések szintjén, meg lobby. Ott még szóval... például a scrim se volt. Az edzés az a lobbyra értendő, meg a néha-néha MG, de tényleg most inkább a HR koncentrálnak a srácok. Jó volt nektek is, ez mondjuk igaz. Most kell ugye, hogy vége lett a HR seasonnek, és párhuzamosan nyomnánk ugye, és inkább a 6v6, vagyis én, meg Perlex, meg ugye Kuvik, meg Ruben, igen, igen, igen. Inkább a 6v6. 6v6-ot nyomok meg. Én főleg azért, mert a 6v6-nál nem baszakszik a netem. Ja, szóval az azért elég jelenes. 12 embernél azért még szerencsére nem tartott a gép, hogy összeomoljon, szóval. Jó neked. Tehát de akkor nem akarjátok a kettőt párhuzamosan, hogy 6-os meg 9-es is legyen? De. Akkor kettő párhuzamosan menne. Igen, igen. Az bátor. Hát meglássuk. Mi azért eléggé merész emberek vagyunk. Most, amúgy Divek most írja, hogy a 6v6-ba egyszer scrimelt Perlexékkel. Ja, igen, egyszer volt ez. Mert nem emlékszem. Mert nem voltál ott. Ja. Akkor mégis volt már scrim 6v6-tal. Egy hónap alatt is scrim 6v6. Elég jól álltak, én azt mondom. Figyelj, haladunk. Zsír. Nem is baj, hogy nem vagyok benne. Egyéb, amit hozzá akartok adni, az igen, csak, hogy aki akar az... heavy bejönni, az jöjjön. Igen. Az jelöljön és jöjjön. Jelézze Facebookon. Igen. Jelcsíz Facebookon. De durva elvárásaink vannak. Fülméret, stb. Nem lehet 10 centi alatt. Nem elég áramvonalas? Vagy miért? Igen, tudod, a heavynek azért, hogyha paskolják az ostora, gyorsnak kell lennie, és a nagyfülek azért visszafogják a sebességben. És ez nagyon nagy hátrányt tud jelenteni, meg mi van akkor, ja, hogyha a sziklamodó kiátszik az adolf füle, és akkor így boom, heavy, és semmi készül.
Nem veszed figyelembe azt, hogy akkor jobban hallja a spy-t. Az már a pályra dolga. Ezért Tirisz a pályunk, mert neki elefántfülei van. Egyébként még hozzátenném a pyróhoz, hogy nem tudom, hogy figyeltétek-e, néztetek-e prem demókat, tehát magasabb divízióban valami demókat. Nem mindig a pyró fő felelőssége az, hogy elkapja a spy-t. Valamikor, igenis, a heavy-nek kell saját magának gondoskodnia róla, amíg a pyró kint a fővonalban, frontvonalban szépen szedi az ember áldozatokat. De hogyha túl nagy a füle, és kiszedi a sniper, már nem tudja meg elintézni sem. Ez egy ördögi körforgás. Anomália. Jó, akkor mindenki, aki normális vagy annál kisebb fülmérettel rendelkezik és jól hevizik, szívesen látják az Aurora csapatában, majd kirakom a linket mellé. Köszönjük szépen! Köszönjük! Mindenkinek köszönöm. Nekem akkor. Steamen, hogy Kubik nagyon is italkot nyom le itt a... Csak itt megcsin is ezt csinálja. Én minden... Nem mindenhol. Valamikor összeszedem magam, de... Mindig össze vagyok szedve. Ja. Most amúgy meg is italkon, csak azért is italkodtam azt is. Mert most már a neten beáll, akkor nagyon sok mindent nem tudok csinálni. Igaz. Az alatt a 20 szek alatt legalább elszórakoztatom meg. Jobb, mint ha megint összetörném az egerom. Na, nem törlesz a nyugodtan. Na jó, van emberek, köszi, hogy kicsit interjút bígyeztettünk így a VOD végére. Szívesen máskor. Tessék szépen akkor gyakorolgatni, nézni a demókat, meg stb. És akkor sok sikert a 6v6-oshoz is. Köszönjük. Haló. 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 Na, ennyi volt már a móka. Reméljük, akkor a srácok már nézegetik a premdemókat, és szorgalmasan gyakorolnak, még most az ünnepeken is, két beigli között. Következő adás nem tudom mikor lesz, következő évben nem nagyon látok még bele, ha amilyen gőzöm nincs. Annyit tudok egyébként, nem tudom, hogy érint-e valakit, kvékes Insta CTF Nation Cup lesz január 10, nem akarok nagyot mondani, de szerintem, mintha január 18-tól lenne. És elég durva csapatok lesznek a Nation Cup-ban. Tehát nem sima CTF lesz, hanem Insta CTF egyelőre. Az szerintem nem itt lesz nyilván, mert ez TF csati, inkább majd talán... Hát kizárás alapon szerintem az én csatinom lesz. De majd ez is ki lesz hírezve az eSport hús Facebookon. Úgyhogy akármi. Ja, 3 lesz, igen. Nem az, hogy menjünk, hát gondolom, aki már jelentkezett a magyar csapatkapitány, mert már lejárt a jelentkezés, tehát XX Nation mehetett csak. Tehát már volt egy olyan bátor ember, akinek van még 3 társ, akivel tud majd instázni. Minden esetre TF2 stream szerintem talán 10. Mit is említettek a fiúk? Azt hiszem 11-et említettek, akkor kezdődik hivatalosan a szezon, tehát arra szerintem egy jó hétre. Tehát az is ottan körül lesz. Úgyhogy még ráértek streamet nézni. Tessék szépen akkor otthon tanulgatni, hogyha vizsgedőszak van, meg zabálni azt a rengeteg bejeglit, 6 kopjon. Mindenkinek köszi, hogy benézett, és halihó, és kellemes ünnepeket.